A szén-dioxid kivonásával és megfelelő tárolásával jelentősen csökkenteni lehetne a légkörben az üvegházhatású gázok mennyiségét. Norvégiának már van is megoldása, hol tárolná a klímagyilkos gázt, a tenger alatti kőzetekben. A tengerfenéken épül ugyanis a világ legnagyobb föld alatti szén-dioxid tároló létesítménye. Évente 1,5 millió tonna szén-dioxidot fog tárolni. A Deutsche Welle ott volt a projekt indulásánál. Egy átlagos építkezés Norvégiában. Első látásra. De az itt alkalmazott technológia segíthet lehűteni a bolygót. A norvég miniszterelnök Jonas Gahr Støre meglátogatta a kiemelt projektet. Sem 2030-ig, sem 2050-ig nem tudjuk elérni a klímacélokat szénkivonás és tárolás nélkül. A cementgyártás és a hulladékégetés nem állhat le. Márpedig ez CO2 kibocsátással jár. Nagyon fontos viszont, hogy a széndioxidot ki lehet vonni a légkörből és biztonságosan tárolni. Ilyen széndioxid kivonást és tárolást végez a Northern Lights, vagyis Északi Fény nevű norvég állami projekt, melyet a Shell, a Total és az Equinor energiacégek is támogatnak. Itt egy látogatóközpont nyílik, hogy a világ minden részéről érkező érdeklődők tanulhassanak a norvég tapasztalatokból. Itt Ögardenben még 1,5 évig folyik az építkezés. Azután a cél évi 1,5 millió tonna széndioxid tárolása a tengerfenék alatt. A terv szerint a szennyező iparágakban termelt széndioxidot leválasztják és hajón szállítják Norvégiába. Innen vezetékekkel juttatják el 2600 méter mélyre a kőzetrétegekhez, amelyekbe aztán belefecskendezik. A technológiát már a 90-es évek közepe óta tesztelik Norvégiában kisebb ipari projekteken. A széndioxidot visszapumpálják a tengerfenékbe, ahelyett, hogy a légkörbe eresztenék. Itt Bergenben a Norvég Kutatási Központ tudósai a széndioxid tárolás kockázatait is vizsgálták. Egyeseknek biztonsági aggályai vannak. Sarah Gazda és kutatótársai azonban kevés okot látnak erre. Sok természetes akadály van a föld alatt, amelyek bentartják a széndioxidot. Idővel pedig a természet elkezd dolgozni, feloldja a széndioxidot, és ásványok képződnek. Ezek a folyamatok évtizedeken, évszázadokon át tarthatnak. De az a lényeg, hogy a természet teszi a dolgát, a széndioxid pedig nem fog újra a felszínre kerülni. A Northern Lights szerint a biztonságos tárolás nem probléma. A technológia piaci alapokra helyezése jelenti a nagyobb kihívást. Egyelőre állami támogatásokból működik a projekt. Ha az állami támogatástól függ a szénkivonás és tárolás, nem fog elterjedni, és nem tudja kifejteni a szükséges hatást. Több 10 millió tonnát kell a talajba pumpálnunk, nem egy cégnek, hanem egy külön iparágnak. Ehhez kell a piaci megtérülés. A víz alatti széndioxid tárolás segíthet lelassítani a globális felmelegedést, feltéve, hogy időben elterjed a technológia.